2018. januári teljesítménye alapján a Dunakeszi csapatából Sós Balázs lett a hónap legjobb junior játékosa. Másfél év alatt most kaptuk meg először, holott évek óta a csapatom a megyei bajnokságban meghatározó szerepet játszik. Hát mindig első, második, maximum harmadik helyen végzünk, és valamilyen módon is sose sikerült megszerezni ezt a címet. Éppen ezért különösen értékes is ez az elismerés, amit Sós Balázs a nagyszerű teljesítménye alapján érdemelt ki. Balázs ebben a csapatban a legrégebbi játékosom. Sok régi van, de ő a legrégebbi, még átiskola, negyedik, ötödik osztályos kisfiú volt. Még nem is volt fiú csapatom, amikor már jött hozzám edzés a lányokhoz. Tehát a Balázsnak a hozzáállása már ez megmagyarázza, hogy ő miért lett játékos és olyan játékos, mint amilyen. Tisztában vagyok a csapatomnak és a csapatunk eredményeivel. Vártuk is azért, hogy hát ha valaki közülünk megkapja, szerencsére most úgy alakult, hogy én kaptam meg ezt a díjat, úgyhogy ez nagyon örülök ennek és megtiszteltetésnek teszem. Ismerjük most meg egy kicsit jobban Sós Balázst. Balázs minden tekintetben meghatározó a csapatban, részben a tudása, részben a szakmai tudása, részben a hozzáállása, példamutató. A test melletti lövéseket szoktam gyakrabban használni, de a legjellemzőbb a csell használata és abból zicserbe kapura lövés, amit úgy érzek. Időnként remek álló zárásaink vannak, amit ki tudok használni, azokat átlövéssel értékesítem ezeket a zárásokat. Figuráink is nagyon jók, amiből gyakran jól tudok kijönni. Bennem van valamennyi plusz, de a legnagyobb segítséget ugye a csapatomtól kapom, aki abszolút kiszolgálnak abba, hogy eredményes játékos lehessek, és a góljaim számával előrébb jussak ebbe a góllövő listában is, illetve a meccsek sikereihez is ez hozzátartozik. A csapat, ami miatt tudok ilyen lenni. A felnőtt csapatban is rendszeresen játszik, még hozzá nem is keveset, és gólokat is lőtt. Tehát nem csak kiegészítő ember, hanem most is nem a stabil kezdő ember a felnőtt csapatban is. Balázs karrierje alacsonyabb termetével együtt is szépen ível fölfelé. Érdekes módon az egész családja, mindenki magas nagy, ő maradt a legkisebb, viszont ennek van egy másik előnye, hogy roppant mozgékony, ügyes, szinte akrobatikus ügyességgel rendelkezik a Balázs, mert néha egészen szenzációs becsúszások, berepülések, meg ilyen kifordulásokból tud gólt lőni, meg a gyors dinamikus tempója is nyilván a alacsonyabb termetéből is adódik. Ez neki egy óriási előny, kicsit hátrány, hogy ez a játék sajnos elment a fizikum felé, és azért most már azért az egyre inkább érződik, hogy néha súlyba kevés ehhez. De hát ez pótolja ügyességgel, raffinériával, ravassága, jó technikai tudással. Hát én csak jól tudok mondani a Balázsról. Nem vagyok egy magas testalkatban nagyobb darab játékos, inkább a cselezés, amire hagyatkozom, a gyorsaságomra. Ez a mostani időszak viszont nem egyszerű Balázs számára, hiszen kézilabdás karrierjével párhuzamosan az érettségére készül. Érettségére készül, ilyenkor nyelv, tanulás, meg testi érettségére emelt szintre, és emiatt nem mindig tud edzésre járni, illetve most ebben az évben már ugye a felnőttre is járnak heti kétszer. Sokszor nincs nálam edzésen, mert meg kell alkudnunk, hogy vagy ide vagy oda, mert mind a 4-5 edzés nem működik, tehát ezt nem fér bele jelenleg az érettségiző gyerek életébe, és ezért most így kompromisszumot kötöttünk, és így jár edzés, hogy kétszer hozzám, kétszer a felnőtthöz, hát ha tud, mert néha még ide se tud jönni sajnos. Erősödnem kell mindenféleképpen, ha a növéssel nem is tudom ezt kompenzálni. A edzések, minél több edzésen ott kell legyek. Ez sajnos a érettség miatt most egy kicsit háttérbe szorul, de igyekszem jól összehozni a tanulást és a kézilabdát is. Igazából ez, amin minél több edzés, erősödés, ebben tudnám a fejlődést elképzelni. Dunakeszi csapatánál természetesen Sós Balázssal a fedélzeten a bajnoki címről beszélnek ebben a szezonban.
az az elvárás, hiszen az alapszakasz most már, hát még ugyan van hát a négy forduló, de az összes úgymond jelentősebb csapaton már úgy túl vagyunk, és ott pozitívan hoztuk a mérlegünket, jelenleg első helyen állunk. A rájátszásban fog majd tulajdonképpen eldőlni, hát a döntő az szerintem evidencia, tehát az nem tudhat kétség. Hát a döntő az meg olyan, hogy az ugye labda kerek, történhet bármi, lehet sérülés, betegség, hiányzás, de úgy érzem, hogy a most, ha valaki, de azt lehet mondani, hogy esélyes, akkor a Dunakeszi csapat az esélyes most a megyei bajnokság megszerzésére.